A friss klubvilágbajnok, bajnoki címvédő Veszprém elleni mérkőzéssel folytatja bajnoki szereplését az Egri Gárda. Vasárnap 18 órától érkeznek majd a bakonyiak a kemény Ferenc sportcsarnokba. Az erőviszonyok azok azt gondolom, hogy egyértelműek. Mi az, ami célként kitűzhető erre a mérkőzésre? Nyilván láttuk tegnap a mérkőzését a Veszprémnek, ezután is gratulálunk nekik. Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, viszont azt gondolom, hogy múltkor az utolsó hazai meccsünkön picit talán elveszítettük a karakterünket. Nem a legjobb ellenféllel játszunk most, hogy ezt visszaszerezzük, de mindent megteszünk érte. Hogyan telik a hét, hogyan telt a hét? Mi az, amire nagyobb figyelmet fordítotok ebben a, talán egy kicsit mondhatjuk, hogy nyugalmasabb bajnok időszakban? Kicsit vidámabban ugye, hogy azért nyertünk a legutolsó mérkőzésünkön, jobb hangulat volt, mint ezt megelőzően. Főként fizikai terhelést kaptunk az elmúlt két hétben, és ugye még jövő héten sincsen bajnoki mérkőzésünk, majd utána kicsit jobban finomítunk. Még egy mondatig visszatérve a Veszprém elleni meccsre, mi az, amivel elégedett lennél 60 perc után? Hogy úgy jöjjünk le a pályára, hogy mindent megtettünk.